eléggé különböző zenei világot képviselünk. Hát Dani tényleg ő a jazz dobolás, és ezen belül is már a kortárs jazz dobolás felé hajlik. Viktor a popzene felé, a metal, és az úzás felé. Hát én is azt hiszem, azért leginkább a jazz keretein belül mozgok, de én még a népzenék felé érdeklődöm nagyon. Szerintem az a zenekarom különlegessége, azon kívül, hogy egy zongorát kihagytunk, vagy egy gitárt a formációból, hogy ezek a világok találkoznak, és mivel mindhárman írunk számokat, így ez a hát egy, szerintem nincs egy hangú koncertműsorunk, azért gyakorlatilag a free jazz-től a metalig mindenféle dolgokat játszunk, és azt hiszem, ezt mindet élvezik mindhárman. Úgy alakult, hogy eredetileg négyen voltunk egy trombitás fiúval, aki aztán ki is lépett az egyetemről, kiiratkozott, és így maradtunk hárman, és elkezdtünk így kísérletezni, hogy akkor inkább nem is szeretnénk harmónia hangszerest, a zenekarba se, a gitáros, a zongoristát, hanem akkor próbáljuk meg kitölteni az egész zenei spektrumot hárman. We'll be right back.